Éllovashoz méltóan kezdték a mérkőzést a vendégek, 10 perc játék után 36-20-ra vezetett a nyíregyházi együttes. A második negyedben 3 pontot lefaragott hátrányából a házigazda, de a meccset továbbra is a cápák uralták. Fordulás után sem változott a játékképe, a fiataloknak is sok lehetőséget adó Nyíregyháza tovább növelte előnyét, a harmadik és a negyedik negyedet is 4 ponttal nyerték meg Busz Ivánék. Végül közel 100 pontot dobva érvényesítette a papírformát a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Természetesen nagyon örülök annak, hogy nem történt ilyen irányú meglepetés, hogy ilyen fajta meglepetés is tudtunk győzni. Azt gondolom, hogy egy másodpercig nem volt kérdéses. Tény, hogy az MTK csapatában Jakab Peti nem játszott, aki ugye az egyik legerősebb játékos az MTK-nak. Betegség miatt nem tudott pályára lépni, és azt hiszem, hogy ezt kihasználva nem adtunk esélyt az ellenfélnek. Úgy győztünk, ahogy szerettem volna, magabiztosak voltak a játékosaink, és remélem, hogy ugyanezt fogják majd folytatni a továbbiakban is. A forduló további eredményei a következők: PVSK Vasas Akadémia 66-95, Salgótarján TF Budapest 70-58, MAFSZ Nagykőrös 91-67, Budapesti Honvéd Baja 79-75, Budafok BKG Prímese 90-79 és MEAFSZ Miskolc Veszprém 79-81. A hétvégén a HEP kupa döntője miatt nem rendeznek fordulót a piros csoportban, így a nyíregyháziak legközelebb február 22-én a TF Budapest otthonában lépnek pályára. Ebben a két hétben mindenféleképpen kell új dolgokat tanulni, szeretnénk majd meglepetéseket okozni az ellenfeleknek a következő 6 fordulóban. Úgy gondolom, hogy ebben a két hétben ezt meg lehet alapozni, bár hozzáteszem, soha nem szeretem az ilyen hosszú pihenőket, szeretem, hogyha meccseket tudunk játszani. Remélem, hogy meg tudjuk őrizni azt a motivációt, és fönn tudjuk tartani azt a lelkesedést a csapatban, amivel eddig is játszottak, és ezt az utolsó 6 fordulót is majd ugyanilyen elállnál tudjuk lejátszani, ahogyan azt tettük eddig. Az NB1B piros csoportjának tabelláját a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks vezeti 17 győzelemmel és 3 vereséggel, megelőzve a 16-4-es mutatóval rendelkező MAFSZ-ot.